legszebb hazánk kincseit mutatták be október 12-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központ üvegcsarnokában. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Salgó-Tarjáni csoportja, valamint a Bélyeggyűjtők Egyesülete egy különleges helytörténeti tárlatot hozott el Salgó-Tarjánba. A megjelenteket Lopatovszky Csaba a Salgó-Tarjáni éremgyűjtők nevében köszöntötte, majd Gusztiné dr. Toronyi Judit, a levéltár igazgatója méltatta a kiállítókat és ismertette a kiállított nógrádi kincseket. Most először láthatjuk együtt a 131 nógrádi települést képeslapokon. De most először tárul a nagy közönség elé együtt Nógrád megye közgyűlésének kitüntető díja is a vitrinekben. Láthatunk Szent Kuttal kapcsolatos kegyérméket, Szent Györgyi Albertet érmeken. A Szabó Éremverde Szegedről 1934-ben az ember tragédiájának bemutatójára készült madácsemlékérmet is most láthatjuk először. Úgy gondolom, hogy ritkaság Nógrád megye városainak és környékének érmeken megjelent képei, melyeket szintén itt a vitrinekben majd láthatunk. És bélyeg ritkaságok is szerepelnek a kiállításban, hiszen évfordulót is ünnepelünk idén 175 éve, hogy Angliában a bélyeg bevezetésre került, erre is emlékezünk idén itt egy kiállítás keretében is, és ami szintén ritkaság, ugye Regnum Marianum templom története és annak utóélete is bélyegeken megtekinthető. Nógrád megye értékekben való gazdagságát hangsúlyozta dr. Török Pál, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke. Nógrádot járva, a várokat, váromokat látva, óhatatlanul az embernek eszébe jutnak a végvári harcok, a Rákóczi szabadságharc dicső napjai, de ha én itt járok, nekem mindig eszembe jut a szép Losonczy Annának holt fényes éjszakákon szerelmi verseket daloló Balassi Bálint is, és könnyen magam elé tudom képzelni a tornáca nyugalmában békésen pipálgató Mikszáth Kálmánt, vagy a gyertya fénynél éjszaka drámáinak kéziratát körmölő Madács Imrét is. Nem véletlen, hogy ilyen környezetben az emberek rendkívül fogékonyak a múlt emlékeinek tisztelete, összegyűjtése és megőrzése iránt. Elismerően beszélt a kiállító szervezetek munkájáról és együttműködéséről Tóth Csaba Kornél, a Magyar Éremgyűjtők Országos Szövetségének elnöke. Amikor először megláttam a meghívót és megnéztem a címét, hogy Nógrád kincsei, úgy egy kis melegség öntött el a szívemet, hogy ezekben a kincsekben a bélyegek is benne foglaltatnak. Hogy van egy hely az országban, ahol a bélyeget nem csak úgy kezelik, mint egy vacakot, amit a levélre kell ragasztani, hanem úgy is kezelik, amely közvetít értékeket, tudományt és tanít és nevel, és ez eleve szimpatikus volt. A másik gondolatom az volt, hogy íme lám egy olyan példa, ahol egymás rokon területeit szerető és gyűjtő emberek együtt tudják bemutatni azt, amit itt évek hosszú során összegyűjtöttek, és egy közös kiállítást tudnak rendezni. A kiállított képeslapok, bélyegek és érmék mellett egy 12 darabos levelezőlap sorozat is kiadásra került az alkalomra. A résztvevők a megnyitó keretében elsőként juthattak hozzá a kuriózumokhoz.
Az érem és bélyeggyűjtő közös kiállítása a József Attila Művelődési és Konferenciaközpont üvegcsarnokában megtekinthető.